Az elmúlt időszakban felújították a 200 éves pácini református templomot, ezért ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak. Több környékbeli lelkész, az egyházmegye esperese és az egyházkerület püspöke részvételével, aki fontosnak tartja a kisközösségek ünnepeit. Ez egy nagyon fontos ünnep a mai, a páceni református egyházközség életében, nem csak az ő életükben, hanem az egyházkerületünk életében és a tiszáninyi református egyházkerület életében, hiszen egy olyan templom felújításáért adunk hálát, amely templom, azt kell, hogy mondjam, úgy a végeken van, és számomra ez a mai nap és ez a templom, ez üzenet. Üzenet arra nézve, hogy egyrészt nem felejtjük el, és nem is szeretnénk lemondani a kis közösségekről sem, és az ő templomaikról sem. Köszönet nyilván Magyarország kormányának is azért a támogatásért, amelyben segített bennünket abban az egyházkerületet, hogy megújulhassanak ezek a templomok. A püspök a legkisebb gyülekezeteket is pont annyira fontosnak tartja, mint a nagyobbakat. Jelzés értékű ez. Nem fogunk lemondani egyetlen közösségről sem, gyülekezeteinkről sem. Lehet, hogy fogynak, lehet, hogy kevesebben vagyunk, lehet, hogy erőtlenebbek a közösségek, de azt is hiszem, hogy Istennek terve van ezekkel a kis közösségekkel is. Úgyhogy a mai nap, ez ennek az ünnepe, és azt hiszem, hogy szabad nekünk ezen a mai napon különös reménységgel előre tekinteni, hogy van jövője ennek a közösségnek és a Bodrog köznek is, még akkor is, ha esetleg ezt most még a testi szemünkkel nem látjuk, de ez az élő reménység. A településen 5 éve kezdte meg lelkészi szolgálatát Lőrinc Attila, aki örömmel éli meg a helyi közösség folyamatos erősödését. Több száz éves gyülekezetnek a múltjára tekinthettünk ma vissza. Egy szeretetteljes közösség ez, ahol jó együtt lenni a hívekkel, beszélgetni, együtt imádkozni, és megélni az élő hitet az Istennel való közösségben. Egy olyan faluban vagyunk, amely a Bodrog köznek a szívében van, egy nagyon szép kastély is található, nagyon szép település, ugyanakkor a gyülekezet pedig, a református gyülekezet egy olyan közösség, amelynek az életében az elmúlt időszakban azért hullámok is voltak nehézségek, amelyekben szükség volt, hogy valamilyen változások történjenek. A gyülekezet újból kezd erősödni, kezd közösségé kovácsolódni, nagyon jó ezt érezni, és egy olyan gondolatot mondhatnék el, ami elhangzott az ige hirdetésben is a szószékről, hogy olyan ez a hely, mint egy sivatagban az oázis. Ebben a rohanó világban annyira jó, mikor rátalálunk egy olyan helyre, ahol a lelkünk felüdülhet. Úgy érzem, ez a gyülekezet is egy ilyen hely, ahol összejövünk Isten tisztelni, imádni, és nem csak egy kis békét, egy kis megpihenést találunk, hanem igazán megtaláljuk a békesség forrását Istenben, Isten igéjében. Az Isten tisztelet keretében a hívek megismerhették a templom és a közösség múltját is, továbbá vers és énekszámok tették színesebbé az alkalmat.